Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Én Varga Eszter vagyok. Családminták felkutatásával foglalkozom, és abban segítek a hozzám érkezőknek, hogy kijussanak a karmakörökből. Ugyanis a karmakörök, a hitrendszerek, a családunkhoz fűződő különböző karmikus kötések azok, amik megakadályoznak bennünk abban, hogy kiteljesedett életet éljünk. Márpedig az a rendszer, az energia, a gondviselés, a mező azt várja tőlünk, hogy kiteljesedett életet éljünk, vagyis harmóniába kerüljünk önmagunkkal. De hogyan tudunk harmóniába kerülni önmagunkkal? Hát úgy, hogy a vállalt sorsunkat, a vállalt feladatainkat éljük, és akkor is, ahogy Müller Péter fogalmaz, hogy most pontosan nem tudom idézni, de valami ilyesmi a lényeg, hogy a sorsunk az bármennyire is nehéz, az áldásokkal van teli, és egy védelem alatt állunk folyamatosan, míg hogyha csak életet élünk, akkor az nagyon unalmas, és valójában nem történik igazából semmi. Hát igen, mert amikor valaki csak az életét éli, automatikus életet él, nem a tudatosságán és a szíven keresztül figyeli a helyzeteket, az eseményeket, akkor bizony hát elég automatizált életet tud élni. Nincs benne szenvedély, nincs benne megújulási vágy, hiszen naponta szüksége van a megújulásra, új gondolati struktúrákat kialakítani, hiszen jön valaki, mond valamit, vagy tesz valami olyat, vagy csak gondolsz valami olyanra, ami benned változást akar előidézni, és az is lehet, hogy egy egész rendszert akar kipucolni belőled, egyetlen egy gondolat. Tehát, ha ragaszkodsz mindig folyamatosan a régi mintáidhoz, akkor nem fogsz haladni. Ez most azért jutott eszembe, hogy erről készítsek egy videót, ugyanis tudom, hogy amit én képviselek, az elég erőteljes önismereti lépcsőfok, és hát sokkal könnyebb lenne különböző olyan programokra járni, ahol mély önismeret nincsen, ahol nincs szembenézés azzal, hogy mi az, amit én valójában csinálok, ahol könnyebb lenne másokra mutogatni, és azt mondani, hogy ez a technika sem segített, az a technika sem vitt előbbre, lehet, hogy lépéseket visznek előbbre a technikák, és igenis, hogy visznek előre, mert akár egy kommunikációs tréning, vagy bármi nagyon-nagyon sokat tud adni. Ellenben, amíg a tudattalan birodalmát nem ismered, addig nincs az az erő, ami segíteni tudna neked. Tehát én mélyen hiszek benne, nagyon-nagyon régóta foglalkozom önismerettel, és nagyon sok mindent kipróbáltam. Egyedül a Theta Healinget nem próbáltam ki, ott valami átugrást éreztem. Ez azt jelenti, hogy egyből egy mélyebb technikát tudtam választani, mégpedig ezt a tudatosság tudománya, a karma jogát, ugye az egy mélyebb technika, ami az egységet keresi valójában, tehát egy mélyebb agyhullámban dolgozunk, ezáltal érjük el ugye a karmikus kötéseinket, amik ugye nem csak a mi életünkben vannak, mint traumák, hanem felmenőink életében, vagy előző életben is már ott voltak. Egyébként ettől olyan csodálatos ez a technika, hogy olyan mélyre visz ez a meditáció, amivel hát nagyon mélyen tudunk transformálni, és ugye attól függ, hogy minél többet, mennyit gyakorolsz, mert ha gyakorolsz, akkor minél jobban nyílik meg a tudatod, és ez azt jelenti, hogy egyre mélyebb információkat tudsz feltárni. Csodálatos egyébként maga ez a folyamat, ez a technika is, és én mélyen hiszek benne, hogy ez az, ami sikerre vezet, ehhez még tudást kell párosítani, és maga az a gondolkodásmód, amit a karma joga képvisel, amellé az a fajta racionális tudás, amivel itt a világban érvényesülünk, az együtt a kettő abszolút kivezet a karmakörökből. De hát ugye a legfontosabb az, hogy látni, hogy mi van ott, és elismerni. Mert jönnek például hozzám olyanok, akik nagyon-nagyon szeretnék a változást, mert azt mondják, hogy már 10-15-20 éve is dolgoznak magukon, de hogy azt az életterületet nem sikerült még
Tehát egy bizonyos érett területen nem sikerült még az áttörést kialakítani, megvalósítani. És láthatóan olyan gondolati sémában vannak, ami folyamatosan ugyanazt a minőséget biztosítja számukra. És ugye, hogy zajlik egy konzultáció? Konzultáción elmondom, hogy milyen energiák voltak jelen a térben akkor, amikor te megszülettél, és ezek benned vannak, és ezeket, hogyha magas szinten megéled, akkor milyen vagy te kiteljesedett állapotodban, ezeket az energiákat használhatod, és mi az, ami most jelenleg hatással van az életedre, mi az, amiből tudsz energiát meríteni, mi az, amire érdemes figyelned, ugye ezt a horoszkópod alapján elemzem ki, esetleg szinasztriát összehasonlítva mással, milyen közös feladatotok van. Itt már, amikor én ezeket mondom, akkor kérdés az, hogy mindig, hogy milyen falakkal találkozom, lehet, hogy vannak még falak. Ugye ez sokszor teljesen természetes, mert 10, 20, 30, 40, 50 éve már akár ugyanabban a gondolati mintában vagy, ami fel sem tűnik, és jövök én, és egy másik, és sokkal magasabb nézőpontba hívlak, hát ez gyakori, hogy ugye még be sem tudod fogadni, hogy mi az, amire szeretnélek ösztönözni, és aztán utána elmegyünk a tudattalamba, és a tudattalamba pedig feltárjuk azt a karmikus kört, amiben most éppen benne vagy, és amiből ki tudnál jönni. Nem, még egyszer mondom, ez nem kis önismereti lépcsőfok, de ez azoknak való, akik haladók, akik komolyan gondolják a változást, mert ők elismerik, ami ott van, és céljuk lesz, hogy azt a fizikai síkra is lehozzák. És az a kérdés, hogy oké, én ezt most láttam, de ezt hogyan? Mutasd meg, hogy hogyan. Hogyan tudok ide eljutni? Tehát, hogyha valakiben ott van benne a lelkesedés, hogy oké, hát ez nem volt szép, amit itt láttam, de mutasd, hogyan, akkor és jön, és csinálja, és beleteszi az energiát, az odafigyelést, akkor bizony meg fogja érteni saját magát, hogy mi az, ami történik. Olyan is előfordul, hogy kivezetem a karma körből, tehát magyarul megmutatom a meditációban, hogy mi az a karma kör, amiben benne van, és hogyan tud belőle szabadulni, hogy az az életterület, ami meg van rekedve, az elinduljon, és ott még, amikor zajlik ez a folyamat, még akkor visszavezeti saját magát. Tehát ugye az egy dolog, hogy vége van a konzultációnak, és utána ugye nem cselekszik valaki annak megfelelően, amit látott, hanem visszamegy, és ugye hát még nagyobb meséket mond magának, mert ugye aki tudja már az információt, az igazságot, annak még nagyobb meséket kell magának mondania ahhoz, hogy az igazságot elfedje saját maga elől. Most, amikor a konzultáción belül azt kéri, vagy illetve látom, hogy magát vezeti vissza valaki, akkor én azt hagyom. Tehát még nincs kész a lélek, hogy ezt megugorja, még ezt nem tudja meglépni. Én abban bízok, hogy azt, amit ott látott, azt majd előbb-utóbb meg fogja lépni. De azt azért tudomásul kellene venni, hogy nincs idő várni. És nézzétek meg, hogy a Kejhe 9-es lapját is azért kaptuk, mert ez a lap arról szól, hogy ugye hát ő önmagában is ottan szépen megéldegéli az életet, és hát valójában ilyen nagyon örömteli életet él, de valójában arra is figyelmeztet, hogy elkényelmesedhetünk ebben az élethelyzetben, amiben vagyunk. Mert hogyha valaki tényleg szeretné a változást, akkor abba energiát fog beletenni. Akkor nem csak azért jön el, hogy magát megnyugtassa, és további meséket mondjuk magának, mert amúgy kényelmes az élete, és hogyha keres egy olyan kiskaput, ahol a kényelmét meg tudja tartani, akkor valójában ez azért úgy el van ebben az életben. De ha mélyen magában néz, nem a kiteljesedett állapota van,
benne, tehát nem egy kiteljesedett állapot van, és emiatt szomorú, és emiatt vannak benne kétségek, nehézségek, bizonytalanságok, és tudja jól, hogy nem azt az életet éli. Aztán itt van ez a érmék hatos lapja, ugye az együttműködés, hogy meg kellene tanulnunk egy másik szinten együttműködni az emberekkel. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok a sérülés, és nagyon-nagyon sok a hát a fájdalom mindenkiben. De ez nem mentesít attól, hogy az adni és kapni energiát azt egyensúlyba hoztuk. Ezért nagyon fontos, hogy belül dolgozzunk magunkon a sérüléseinken, amit a szüleink tettek oda, vagy már előző életből hozunk, vagy családi minta, azokon dolgozunk, de közben kell, hogy legyen egy másik szál bennünk, amivel az adok-kapok egyensúlyt visszaállítjuk. És lehet, hogy, hogyha mondjuk neked párkapcsolati elakadásod van, lehet, hogy fogsz találni olyan férfit, aki, hát hogy is mondjam, a szolgálatodra van, de valójában nem vagy vele boldog. És azért nem vagy vele boldog, mert benned kell létrehozni egy olyan fajta adok-kapok egyensúlyt, és véget vetni a kényelmes életnek, amivel egy egész más tudatszinten tudsz kapcsolódni az emberekhez. És ugye itt van még ez az érmék királya is. Ugye az érmék királya, hát az egy lehet alacsony szinten mondjuk az ego király is, aki ugye nem akar változtatni a helyzeten, nem akar változtatni a mintáin, nem szeretne kikerülni onnan, ahol most van. De ez nem visz előre. Valószínűleg most ez a videó megint egy kicsit erős lett, de nem baj, ha hallgatod, csak építs fel a lelked, és építs fel arra, hogy ugrásokkal, nem kis ugrásokkal bizony változást tudsz elérni az életedbe, és ezekre az ugrásokra szükség van. Szükség van arra, hogy megértsd, hogy lehet, hogy kényelmes életet élsz, de ahhoz, hogy valódi adok-kapok párkapcsolatod legyen, ebből az ego király minőségből ki kell jönni, és el kell kezdeni megnyílni. El kell kezdeni megnyílni egy olyan szinten, ahol a kényelmen túl azt figyeled, hogy a karma körből, amiben benne vagy, és benne tapasztott ebben a kényelmes életben, az milyen lépéseket vár tőled? Milyen lépésekre van ahhoz szükség, hogy megszüntesd ezt a saját karmát, esetleg családi karmát, és valami új irányba elinduljál, ami boldoggá tesz, mert nyilván azért hallgatod a videókat, meg azért mész el segítőhöz, meg azért van benned hajlandóság, hogy ilyeneket hallgass, mert nagyon-nagyon szeretnéd a változást, mert nem békés a lelked, nem harmonikus. És ha tudod, hogy mi az, ami hat rád, mi az, ami megakadályoz téged abban, hogy előbbre juss, akkor nagyon-nagyon sokat tudsz előrelépni az önismereti utadon, és már csak arra van szükség, hogy kigyere ebből a kényelmes ego király életedből, és a kölcsönösség terében legyél jelen. Én mindent megteszek egyébként azért, hogy kibillentselek bennetek a megszokott gondolkodásmódotokból, tehát ezzel biztos, hogy nem lesz probléma. Aki ezt nem érti, az lehet, hogy engem sem fog érteni, és nem érti azt, hogy hova szeretnélek bennetek átbillenteni, de nem baj, nem baj. A lényeg az, hogy majd egy idő után el fog érkezni hozzád is, hogy valamit változtatni kellene. Viszont, ha már itt vagy, és hallgatod ezt a videót, és tudod, hogy a te lelked is hívja a változást, akkor tedd meg a lépéseket, én azt javaslom, mindegy, hogy milyen úton, módon, de járjál mélyebben utána az önismereti következő lépcsőfokodnak, ami azt mutatja meg, hogy tényleg mit kell tenned azért, mert cselekedet nélkül nem fog menni, tehát nem varázspálca minőséget várjál egy-egy segítőtől, hanem
azt mutatjuk meg, hogy mi az a kupac, amit most összehordtál, és mi az a látásmód, amivel, hogyha abba a látásmódba behelyezed magad, akkor változást tudsz elérni. No, úgy éreztem, hogy most ebben a témában meg kell szólalnom, hogy ez tényleg egy erőteljesen ismert lépcsőfok, viszont úgy nyíl egyenesen vezet fölfelé az út, és extra gyorsan, tehát itt nem, itt napok alatt is olyan energia, áramlás, változás van, hogy, és hogyha beleállsz ebbe, akkor nagyon-nagyon gyorsan tudsz haladni. És tényleg egy-két év alatt olyan szintű tudatváltáson mész keresztül, ami el fog vezetni oda, amit 2026-ban 2026-ra várunk, ugye, hogy egy teljesen új tudatszinten tudjunk létezni. De ehhez egy folyamatosan munkára van szükség, és ahogy az asztrozófusok is mondják, én is csak ismételni tudom magam, hogy nincs idő várni, hogy nem lehet már nem cselekedni. Itt már cselekedés, tehát cselekedni kell, mese nincs. No, aki érzi a hívást, hogy szeretne hozzám kapcsolódni, akár konzultáción, akár a tudatosságtudomány a workshopon, most még gyorsan elmondom ezeket a szolgálati közleményeket, bízom, hogy velem maradsz, és meghallgatod, tehát egyszer 10-én lesz a nyílt nap, a tudatosságtudománya nyílt napom. 4-ig lehet jelentkezni a női kurzusomra, ami január végén indul, mert mind 4-ig kedvezményesen, talán 20 ezer forint különbség, ha neked számít ez a pénz, akkor nagyon megéri. Január 13, 14, 15-én lesz a tudatosságtudománya workshopom, ahol ugye tudomány nyos információkat fogok átadni, és technikát adni a kezedbe. A női kurzuson pedig magát a megfigyelésedet tudod módosítani, és a megfigyelésed által a technikák használatával lesz valódi változás az életedben, bölcsességet így tudod magadban kibontani. Na most, aki mind a kettőre jelentkezik, annak két mesterkurzust, két karma joga mesterkurzust adok ajándékba, a gyökereink erőforrása és a megbocsátás ereje, mindegyik nagyon-nagyon fontos lépés, mindegyik nagyon-nagyon fontos önismereti lépcsőfok, munkafüzeteket is adok hozzá, tehát kidolgozásra várok. Tehát ez egy komoly munka, amire én hívlak bennetek, és tényleg nagy szeretettel vállok bennetek azokat, akik tényleg szeretnék ezt a fajta megújulást, mert tényleg nincs idő várni. Úgyhogy főleg, hogy 2023 annak az év, hogy a köldök zsinort vágjuk el, vagyis mindentől és mindenkitől váljunk függetlenné, még a saját kis egónkról is, ami ugye visszacsábít bennünket, és már ott konzultáción szeretne visszamenni a régi mintába, megteheted, de egyre fájdalmasabb lesz az élet. No, minden jót kívánok nektek, és kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Itt a videó alatti leírásban minden információt meglehetek. Sziasztok, hello!